Edző leszek, nincs akadály. Ez a címe a Magyar Edzők Társasága által szervezett az edzői szakmát népszerűsítő országjáró programsorozatnak, amely január 16-án Érden állomásozott. Az előadások előtt Témészáros András Érd megye jogú város polgármestere és Aracki András országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlt érdi edzőket. Mi magunk részéről Érden nagyon komolyan veszik a sportokat, nagyon sok sport esemény történik a városban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a fiatalok jó minőségű edzésben részesüljenek, eredményesek legyenek, sikeresek legyenek. Ahhoz pedig valóban minél több edző, minél több fiatal ember kell, minél több eszes, okos, ügyes, olyan tehetséges sportember kell, aki ezeket a fiatalokat fölkészíti. A magyar sport akkor marad a tradíciójához, hagyományához hű, és akkor tudja továbbra is magas szinten szórakoztatni az országot és örömet szerezni a magyar embereknek, hogyha megfelelő szintű és nagy tudású, elmélyült tudású edzőkkel rendelkezik. Aracki András tudja, milyen a versenysport, hiszen korábban kosárlabdázott. Az edző nem csak a sportra tanítja a gyerekeket. Az edző, a jó edző, a sokszor apapótló, sokszor tanárpótló, sokszor közösséget, közösségbe bevonó erő, sokszor példakép. Az Edző leszek, nincs akadály program első előadása során Mórás Zsolt, az Érdi Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke, korábbi labdarúgó edző mutatta be Érd sportkoncepcióját. Nagyon jó volt, még az ősi idő volt azért ez a mostani ahhoz képest, de hát alapvetően azért jól éreztük magunkat, nagyon sok utánpótlás körül srác volt, nagyon sokat dolgoztunk, sokat edzettünk, ha jól emlékszem, nagyon jó eredményeket is értünk el, úgyhogy ez egy jó dolog volt. Most egy kicsit más a helyzet, most a, hogy is mondjam, az asztal másik oldalán vagyok jelen pillanatban, de azért nagyjából sejtem, hogy azért milyen az edzői élet. Mórás Zsolt ismertette Érd sportkoncepcióját, így a város sportéletét, a támogatási rendszert, illetve a helyi infrastruktúra jelenlegi helyzetét és a jövőbeli fejlesztéseket is. Majd Hegedűs Csaba, a 100. magyar olimpiai aranyat szerző birkózó mesélt, hogyan lett olimpiai bajnok és hogyan lett edző. Elkezdtem érezni annak a feelingjét, hogy a világnak a bajnoka. Először szerettem volna lenni, aztán később akartam lenni. Itt semmiféle megingás, semmiféle önbizalmi hiányt nem enged ez az erős célnak az elérése, és én rájöttem arra a feelingre, hogy ezt akarni kell, mégpedig a napi 24 óra minden pillanatában. A program egyik szervezője, a Magyar Edzők Társaságának titkára, Köpf Károly pedig meglepő adatokat közölt. Van egy érdekes statisztika, hogy az Európai Unióban dolgozik 2 millió orvos, 2 millió rendőr, 8 millió pedagógus és 9 millió edző. Tehát az edzőknek a szerepe az európai társadalomban nagyon felértékelődött, és egyre inkább így van nálunk is. Majd egy kis útravaló jó tanácsot is adott a leendő edző kollégáknak. A tanulás nem szabad abba hagyni, mert a jó edző az holtig tanul, sőt egy kicsit tovább is. A program zárásaként pedig az Érdi Spartacus SC Ovis csoportjának edzésébe, valamint az Érd ifjúsági női kézilabda együttesének tréningjébe nyerhettek bepillantást az érdeklődők.